A megyei kormányhivatal, a megyei önkormányzat és a Paksi Társadalmi Tanács után a helyi képviselőtestületet is tájékoztatta Süli János a Paksi Atomerőmű két új blokkjának tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős miniszter a Paks 2 projekt jelenlegi állapotáról, illetve a közeljövő feladatairól. A beszámoló a 2009-es parlamenti felhatalmazástól napjainkig tartó rövid történeti áttekintéssel kezdődött, majd az egyik mérföldkőnek is számító létesítési engedélykérelemmel folytatódott, amit 2020. június 30-án nyújtottak be a szakemberek az Országos Atomenergia Hivatalnak. Süli János elmondta, a dokumentum elfogadása 2022. második hónapjában megtörténhet. A létesítési engedély az része a előkészítő munkáknak, ugye a munka két fázisra van osztva az erőműbe, az IPC szerződésbe. Egyik része az előkészítő tevékenység, a másik része a maga végrehajtás, a főépületre vonatkozó végrehajtási feltétel. Ezt, hogy átmenjünk az egyes fázisból a kettesbe, ennek ugye egyik feltétel a létesítési engedély, de további 10 feltétele van még. Többek közt a reaktortartály és az olvadék csapda gyártási engedélye, valamint a reaktor főépülethez kapcsolódó 6 épület építési engedélye, továbbá az alaplemez elkészítésének terve. Annak, hogy be tudjuk adni a főépület építési engedélyét, annak még van egy megelőző feltétele, hogy az erőmű, mivel hogy a blokkhoz közeli telephelyre épül, illetve a 4 blokkhoz közeli telephez, meg a Dunaparthoz, így meg kell egy résfallal a munkagödröt körbe kell határolni, ez 2,5 kilométer ez a résfal hossza, illetve mi öntés talajon van az erőmű, tervezett erőmű helye, ezért ezt az öntés talajt a teljes alaplemez alatt meg kell erősíteni. Az összejövetelen a térség fejlesztésével kapcsolatban Süli János úgy fogalmazott, a környékbeli utak és a vasút felújítása már megtörtént, a további útépítéseket a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő ZRT koordinálja, de a Paks-Kalocsa-Dunahíd építése is megfelelő ütemben halad. A Paks 2 projekt finanszírozásával kapcsolatban a miniszter arról tájékoztatott, hogy a költségek, amely mintegy 10 milliárd euró, a beruházás végéig 2029-30-ig biztosított. A törlesztő részletet 2031-ben kell megkezdeni. Az orosz hitelt a megtermelt villamos energiából Paks 2 fogja visszafizetni.